Nósza Isten félő szent híve, örvendezzetek az Úrnak, mert illik, hogy őtet dicsérjék, kik örülnek igazságnak, áldjátok az értam hangos citerákban. Kontra Szabolcs egyike annak a 144 diáknak, aki a Balatonfüredi Zsoltár éneklő versenyre jött. A Biatorbágyi Református iskolába járó, bár még csak negyedike Szabolcs, bátran énekelte a kötelező Zsoltárt a Református iskola Kálvin termében. Versenyekre szoktam menni, és eddig aranyminősítés voltam, meg külön díjas. De ilyen Zsoltár éneklő versenyen indultál már itt Füreden? Hát itt még nem. Sokat gyakoroltam. Egy hónapja kezdtük el ezt gyakorolni. Nekem most a Nósza Isten félő az nagyon tetszik. Én heti 6-szor szoktam járni úszni. Azon kívül mit csinálsz még? Focit nem szereted, meg ilyeneket? Szeretem, de nem járok, mert én inkább úszó szeretnék lenni. Úszó meg énekes? Hát inkább az úszó felé hajlok, de ez énekes is jó. Most már évről évre azt látjuk, hogy egyre népszerűbb ez az országos Zsoltár éneklő verseny itt az iskolánkban. Idén 5. alkalommal rendezzük meg, és minden korábbinál nagyobb érdeklődés van a mai versenyre. 14 református általános iskolából közel 150 gyermek vesz részt a versenyen. Úgy gondolom, igen, van igény a zsoltárokra és a népdalokra, és szeretnek a gyerekek énekelni. Védem az Istenem, ője meg fog pártyán, mindenki ellenem nem lehetnék árva. Körül fog minden rossz, gyönge már a lábunk, segítsen szent erőt, utaidat járnom. A zsoltárokon nem akartak változtatni. Mindenkornak megvan a maga ének hagyománya, tehát napjaink világának is megvannak a maga énekei. Ezeket ifjúsági órákon, hittanórákon, reggeli ájtatokon, táborokban rendszeresen énekeljük is. Maga az énekes könyvünk is ugye 512 énekből áll, ebből csak 150 a genfi zsoltárok, és ezek között, az énekek között, ugye ez az énekes könyv 1948-ra készült el, akkori kor szerint modern énekek is belekerültek. Most jelenleg éppen készül egy újabb énekeskönyv, illetve már többször volt próbálkozás újabb énekeskönyvek kiadására. Meglátjuk majd, hogy milyen lesz. Tehát mindenkornak megvannak a maga énekei. A 150 zsoltár azonban a magyar reformátusság számára egy annyira fontos ének kincs és ének anyag, amely szinte megkérdőjelezhetetlenül minden énekeskönyvbe bekerül. Már csak amiatt is, mert ugye ezek a zsoltárok, ezek bibliai alapon állnak. A zsoltárok tulajdonképpen ugye a zsoltárok könyvének, bibliai könyvéből való 150 zsoltárnak a reformáció korában feldolgozott énekelhető változatai. Ezek először a genfi énekes könyvbe kerültek bele. Az 1600-as évek elején fordította Leszenczi Molnár Albert magyarra ezeket a zsoltárokat, mind a 150-et, 100 nap alatt. Egy rettentő változatos, gazdag énekanyagról van szó, hiszen a 150 zsoltárnak mintegy 125 dallama és 110 különböző versformája van, tehát egy nagyon nagy gazdagságú énekgyűjtemény, ami innentől kezdve egy csodálatos örökség a mi magyar református népünknek, lévén, hogy már a 17. századtól mind a 150 zsoltár benne van az énekes könyvünkbe. Sajnos ez a forma gazdagság azt is magával hozza, hogy nagyon nehezen tanulható némelyik zsoltár. Éppen ezért ezen a zsoltár éneklő versenyen nem annyira népszerű zsoltárok, mint inkább a szép, de ritkán énekelt zsoltáraink kerülnek előtérbe, és lehet, hogy majd egyszer lesz egy olyan versenyünk is, amikor a nehezen énekelhető zsoltárok is előtérbe kerülnek, bár igazából minden zsoltárnak megvan a maga szépsége, egyik sem rettentően nehéz, csak némelyik adott esetben a mi dallam szokásainktól kissé idegen. A Balatonfüredi Református iskola diákjai, Szófia a lányokkal, Misi pedig a hatodikos fiúkkal közösen énekeltek a versenyen. Nehéz volt megtanulni, de értik, amit énekelnek, mondják. Én nagyon szeretem ezt a zsoltárt, mert minden napi cselekvésünkhöz közel áll, és ez jó. Érted a szövegét? Értem, mert ez most éppen egy olyan zsoltár, amit ért már a 21. századi ember. Nekem nehéz volt, mert én eleve nem vagyok magyar, de anyával és a tanárral segítségével könnyen megtanultam. Mert magadat táplálod, kezed munkájával,
minden zsoltárnak komoly mondani valója van, ha mélyebben belegondolunk, és csak a szöveget átolvassuk, mindenki kap belőle egy fontos üzenetet. Természetesen azzal, hogy megméreti magát egy versenyen, egy országos versenyen, sokkal több mindent is kap ezen felül, természetesen a kiállásban, a magabiztosságban, a tudásban, a versenyszellemben, de azt gondolom, hogy ezeknél is fontosabb a közösség, a közösségépítés, az, hogy itt együtt lehetnek 14 másik református általános iskola csapatával, megismerhetik egymást, ők épp úgy, mint ahogy a kollégák is. Az 5. Zsoltár éneklő versenyt Bóka István polgármester nyitotta meg. Az arany ezüst minősítésekről a háromfő zsűri, Petrőc Mária énekművész, kórusvezető, Farsangtörös Krisztina énekzenetanár, református kántor és Müller Anita, a pápai református iskola művészeti tagozatának vezetője döntött. Neved, Uram, milyen csodás, téged illet minden áldás, dicséretem csak dadogás, gyerek szavú magasztalás, nézem a világot.